Néhány hónappal ezelőtt Hannoverben az Agritechnika kiállításon azt ígérted, hogy elhozzátok a legújabb permetezőgépet ide az Agromas Expo-ra. Úgy látom, hogy betartottad az ígéretedet. Mit hoztatok ide kiállítani? Igen, ahogyan azt ígértem, gyakorlatilag szinte teljesen megegyező gépet láthatunk mögöttem, mint az Agritechnika kiállításon. Ez az intelligens navigátor, amely a díjazottak között szerepel a mostani kiállításon. A Nemzetközi Termékfejlesztési Díj prémium oklevelét szereztük meg. A navigátor termékcsalád nagy lépést tett előre, hiszen rengeteg új funkcióval bővült a kínálata. Milyen innovációkat, milyen újdonságokat raktatok erre az új gépre? A navigátor modell már 2007 óta megtalálható a piacon. Ez alatt az idő alatt is folyamatos fejlesztésen ment keresztül. De most olyan technológiákkal bővült, amiket a prémium kategóriás Commander gépcsaládból emeltünk át. Ezek közül a legfontosabb az AI, azaz intelligens funkciók használata, amely nagyfokú gépkezelői szabadságot biztosít az Isobus technológiára alapuló plug-and-play technológiának köszönhetően. Ti nagyon sokféle permetezőgépet gyártotok, ugye, mint vezető permetezőgépgyártó a világban. Ezt a típust, amit most kiállítotok a kiállításon, ezt melyik termelői rétegnek ajánljátok? Ezt a kérdést nehéz megválaszolni, hiszen a navigátor termék családban 3000 litertől 6000 literes tartálytérfogatig találhatunk gépeket. Valamint a két éve Magyarországon hasonló díjat nyerő Delta Force szórókeret 24 méteres munkaszélességtől 39 méteres munkaszélességig ajánl megoldásokat. A mögöttem álló intelligens permetezőgép azonban egyértelműen azoknak a gazdálkodóknak lett kifejlesztve, akik a nagy teljesítmény elérése érdekében nagy permetezési sebesség mellett élvezni akarják a precíziós kijuttatás előnyeit a lehető legkisebb állásidő mellett. Itt ezen a kiállításon, mint ahogy Hannoverben is, mindenki a precíziós gazdálkodásról beszél. Ez a gép, illetve a ti gépcsaládotok, az hogyan illeszkedik ebbe a precíziós gazdálkodási rendszerbe? Ha az AI funkciókról beszélünk, akkor a jelenlegi legprecízebb kijuttatási rendszerrel számolhatunk, hiszen az AutoNuzzle Control nevű automata fúvókánkénti szakaszolás már elérhető az intelligens navigátornál. Egy hagyományos permetezőgéphez képest ez a technológia jelentős növényvédőszer megtakarítást eredményez. Természetesen az Isobus alapú új elektromos platformunk segítségével a permetezőgépeink nem csak saját termináljukról, hanem igény esetén az erőgépek kompatibilis termináljairól is vezérelhetőek. Milyen újdonságok vannak még a tarsolyban? Milyen gép típusokat tudtok ajánlani a termelőknek? Ahogy korábban említettem, a navigátor család széles kínálattal rendelkezik, de aki légrásegítéses technológiát szeretne használni, annak a következő lépés a prémium kategóriás Commander gép család. Számos teszteredmény igazolja, hogy a levegőrásegítéses technológia akár 80%-kal tudja csökkenteni az elsodródást, és további növényvédőszer megtakarítást eredményez. A Commander gép családnál elérhető Twin szórókeretek mind pénzügyi, mind pedig környezetvédelmi szempontból a legjobb befektetésnek tekinthetők.